Árgyírus királyfi és tündérilona Volt egyszer egy király, annak volt három fiúgyermeke, akik közül a legifjabbat és a legszebbet Árgyírusnak hívták. Erről az Árgyírus nevezetű királyfiról és az ő szépséges tündérilonájáról szól a következő mese. A királyi palotának háta mögött volt a királynak egy hetet-hét országra szóló gyönyörű kertje, fényes kőfalakkal körülvéve. Csermelyek kígyóztak a kertben, s pompás szökőkutak árasztották sugaraikat a nyíló virágokra. A szem kifáradott a kert szépségeinek nézésében. A kertnek kellős közepén állott egy ősi fa, amelyen ezüst virág nyílott, aranyalma termett, s levelei akkora smaragdok voltak, hogy nem ért fel velük az egész világ kincse. Minden nap nyílott a kezüst virágai, éjfélig megértek az aranygyümölcsök, reggelenként pedig a király odament, megszette, és a világ bújját, baját felsevette. Ez a fa őseiről maradt reá, és ettől a fától függött népének, országának hatalma, gazdagsága. Hogy, hogy nem, megtörtént, hogy többször egymás után tolvajkezek meglották a fa kincseit. A király képzelhetni mély szörnyen felháborodott. Azonnal megparancsolta, hogy egész éjszaka őrök álljanak a fa körül. Aztán alig várta a kelő napot, kiment a kertbe, s látta, hogy újra megszedték a kincs termőfát, az őrök pedig mély álomban vannak. A fölvert őrök pedig így mentegetőztek. Felséges királyunk, nem láttunk mi életünkben annyi kincset, mint amennyi ezen a fám volt az éjszaka. Láttunk rajta aranyharmatos ezüstvirágokat, virágokat, messze fénylő, szemvakító, ragyogó almákat, smaragd, zafír és rubin tündökölt közöttük, a leveleken meg gémánt madárkák csevegtek. Amíg a fanézésében gyönyörködtünk, egyszerre lanyha szellő támadt amelytől a földre rottunk, s egy szempillantás alatt mély álom szállt reánk. Most itt állunk, király, hogy meglakoljunk mulasztásunkért. A király átlátta, hogy az őrök ártatlanok. Bánkódva tért vissza kastélyába, s bármit gondolkozott, sehogy se tudta elképzelni, kiszedhette meg az ősi fát. Aztán magához hivatta a jóst, megparancsolta, hogy fürkésze ki a titkot. A jós gondolkozott, aztán így szólt a királynak. Felséges királyom, néped, nemzeted egészen elpuhult, nem őrizheti meg többet kincses fádat. Hatalmas tündérek keze nyúlt az ősi fához, s bizony sok küzdelem árán jutsz ismét birtokába. Reménységet csak egyik fiadban lehet, aki sokáig lesz kitéve hazátlan bojdosásnak, még végre szertehet az ősi fakincsére. A király kegyesen bocsátotta el a jóst, s gazdag ajándékokkal halmozta el. Aztán tőstén megparancsolta a nagyobbik fiának, hogy jövő éjszaka álljon őrt. A királyfi engedelmeskedett. A holdvilágos éjszakán ott járt fels alá a fa alatt, nézte a sok nyíló virágot, a smaragd lombot, az aranyalmát éjfélig nem jött álom a szemére. Szíve már repesett a nagy örömtől, hogy sikerült neki megőriznie a fakincseit. De pontban éjfélkor egyszerre lanyha szellő támadt, s álom szállt a szempilláira. Mikor reggel lett, a király ismét lement a kertbe, s látta, hogy a királyfi mélyen alszik, hogy a kincstermőfának egyetlen virága, egyetlen gyümölcse sincs. Második éjjel a középső királyfin volt a sor. Őt is elaltatta az alany A királyt most annyira kínoszta a bánat és a bosszúság, hogy hirtelen halált mondott a jós fejére, akinek jövendőlése még eddig nem teljesedett be. Mikor a legkisebb királyfi hírét hallotta az öreg jós halálának, menten atya elé lépett, s íj szavakra fakadt. Egyet mondok, atyám, kettő lesz belőle. Én is elmegyek őrködni az éjszaka. Hallom, megöletted a jós jóslatáért. Bizony, édesapám, hitem szerint rosszul tetted, mert az öreg jós nem csak két nagyobbik fiadról szólt, hanem rólam is. Ami nekik nem sikerült, sikerülhet nekem. Az éjszaka is azt álmodtam, hogy messze földre bújdostam ősi kincsünkért. Sokáig küzdöttem nyomasztó inséggel, végre megszerettem egy szép tündérleányt, s általa ismét visszaszereztem ősi kincsünket. A király megrendült hangon kérte legkisebbik, legkedvesebb fiát, hogy ne tegye ki magát ennek a nehéz próbának, s ezt mondta. Ha te bújdosója leszel a világnak, mi lesz akkor itthon apád anyád sorsa? Aggodalom, bánat sírba víz bennünket. Inkább veszítsünk el mindent a világon. De Árgyírus így válaszolt. Bármi lesz belőlem, végrehajtom, amit felőlem jósoltak. Ha szenvedek, küzdök, jó vége lesz annak. Férfias küzdésnek dicsőség a bére. Ezzel ment a szép királyfi atya kerkébe, a fa közelében ledült a bárson gyepre, szabjáját, tegzét maga mellé tette, hogy megvívjon, ha kell, a kincsek tolvajával. Az est beállott, jött aztán az éjszaka. Drága lomb kezdett nyiladozni az ágakon, a lombon pedig még drágább virág tündökölt, s végre lassan kint az aranygyümölcs is kezdett térni. A királyfi alig várta, hogy számadásra vonhassa a kert tolvaját, nem zárta be szemét egyetlen pillanatra sem. Éjfélkor egyszer gyenge zógás támadt, szárnyak csattogása hallatszott a magasból. Árgyirus föltekintett, s bámulva látta, hogy tizenkét hattyú száll a kincses fára. A tizenharmadik éppen ágyavánkosára szállt le. A király figyorsan megfeszítette ívét, le akarta lőni a bűvös madarat. Ekkor a hattyú megrázta a szárnyát, s ilyen emberi szavakat ejtett. Kedves ifjú, ne törj életemre, nem hozok én bút, bánatot reád. Meste földről azért jöttem ide, hogy téged lássalak. Ekkor a hattyú még egyszer megrázkódott, s olyan szép tündérleány vált belőle, hogy a földkerekségén se lehetett volna párját találni. Átgyirus királyfi inkább susogta, mint mondta. Aranyfürtő tündér, rózsák ékessége, álmaim angyala, szólj egyetlen szócskát, csak hogy meggyőződjem, nem állom e minden. Én a tündérleányok királynéja vagyok. Volt koronám, kincsem, gazdagságom, de nem tudtam boldog lenni nélküled. Rég gyötör a vágy, hogy tégedet lássalak, szép királyfi. Én hortam el atyád ősi kincseit. Azt gondoltam, hogy végre te is fogod őrizni, s én itt egykor feltalállak. Én is régóta ismerlek édes álmaimból, válaszolt Árgyirus. Régóta vágyottam utánad, de hinni sem mertem, hogy egykor föltalállak. Azután szerelmet vallottak egymásnak, és hosszasan csevegtek jövendő boldogságukról, amikor majd férj és feleség lehetnek. Sokáig bolyongtak a kert árnyékos útjain, itt-ott rájuk sütött a szelít holdvilág, s ezüst fátyolt borított Ilona aranyfürtjeire. Árgyírus boldog volt. Nem győzte eleget nézni az ő kedves Ilonáját, akire az Isten annyi szépséget, jóságot árasztott mind a két kezével, mint senkire se másra szélese világon. Türelmetlenül várták a reggelt, hogy a király elé lépve áldást kérjenek szívük hajlamára, s mennél hamarabb megtarthassák a félvilágra szóló lakodalmat. Elképzelte Árgyírus, hogy atya mennyire fog örvendezni az ősi fa megőrzött kincseinek, s még inkább jövendőbeli menyének, tündérilanának. Aztán a kincses fa alatt ledültek a bárson gyepre, s addig addig várták a reggelt, míg a hajnali szellő álomport nem hintett szemük pillájára, míg el nem szenderedtek. A király, amint fölkelt, azonnal a kert felé tekintett a kertben csak úgy fény lett a szép fa termése. Azonnal küldött egy vénasszonyt, hogy nézze meg, mi történt fiával, éle még, vagy meghalt. A vénasszony futott, őt is zaklatta a kíváncsiság. Ott feküdt az ifjú árgyírus, nem messze tőle tündérilona. A vénasszony nem merte fölkelteni őket, de nem is igen volt más eszében, mint a leánynak varázsló szépsége, zöld pázsitra omló gazdag aranyhaja. Halk léptekkel közeledett hozzájuk, s mikor meggyőződött, hogy mélyen alusznak, egy szempillantás alatt levágott egy fürtöt a leány hajából, s tartott vele a királyi palota felé. Elbeszélte a királynak, hogy mit látott a kertben. Árgyiros királyfi mellett egy istenasszonyt, akinek aranyhaja van. Ekkor felmutatta a lopott kincset. A király szívét elragadta az öröm. Rohant nejéhez, skaron fogva vitte a kertbe, hogy lássák szabadító fiúkat s a tündérteremtést. Ez alatt tündérilona felserkent. Legott észrevette, hogy meglopták. Nosza sírni kezdett, kedves arca sűrű könyvtől lázott. Árgyírus is felriadt álmából kedvesének síró panaszára, s mikor megtudta, hogy milyen szégyen gyalázat érte az ő egyetlenét, vértorult arcába, s haragja íj szavakra gerjett. Bocsáss meg, Ilonám, bizony megbüntetem, aki így megsértett. Legyen bár testvérem, vagy legjobb barátom, véres bosszút állok rajta. Kérlek, ne könnyez, feledd el a sértést, felejtsd el értem. Árgyirus békéltető beszéde hiába volt. Ilona szíven nem talált enyhülést, vigasztalást. Búsan kelt fel a bárson gyepágyról, aztán így bánatos szavak fakadtak ajkairól. Sokszor jöttem hozzád, míg föltaláltalak. Reméltem, hogy boldog leszek veled. Híven szerettelek, és jó esik hinnem, hogy te is szerettél. Mégis el kell válnunk, nem lakhatom atyád varában. Orvokat küldött rám, akik megraboltak legdrágább kincsemtől. Ne marasztalj hiába, ne gyötör szívemet, az Isten megáldjon. Árgyirus még tovább is esengett, de Ilona hajthatatlan volt. Hiába kísérted álhatatosságom, bár nőnek születtem, megállnom szavamat. Menj hát, szólt a bánatos királyfi, de én is követlek az egész világot fölkutatom, hiddel, csak azt mondd meg, hol vagyon lakásod. Lakásom messze van, zárt helyen, bércek közt keresd Ilonárat. Állandó székhelyem a fekete város és a változó vár nyári mulatásom. Néha csendes völgyben kristálypatak mellett, néha zöld erdőben, híves sűrűjében mulatok kedvemre. Hatalmam kiterjedt keletre, nyugatra, északra és délre. Adózom volt nékem királyi atyád is, e fakincseit adóztátok nékem. Majd eljöttem ide, béke jobbot nyújtva, ti meg gyalázatot hoztatok fejemre. Könybe lábadt szemem tiszta fénye, boróra fordult kedvem. Mennem kell, átgyirus, Isten hozzád édes. Ekkor ismét hófehér hattyóvá változott, szányra kelt és eltűnt király királyfi szemei elől. A királyfi hiába küzdött kétségbe ejtő fájdalmával, nem bírta lebírkózni. Leborult a bálson gyepágyra, s keservesen sírt. Mikor a király meg a királyné a kertbe értek, megdöbbenve látták fiúk szánadó könyhollajtását. Kérdezték, mi oka ennek a férfiatlan gyengeségnek. Hova lett a tündérteremtés? Árgyírus egy kissé megjuhászodva mindent elbeszélt szüleinek. Elmondta, hogy Ilona milyen páratlan szépség és jóság, milyen ragyogó aranyfürtje van, milyen édes zengésű a hangja. Végre elmondta azt is, mint rabolta meg valaki az ő szépséges mátkáját, s mindult a fel földi boldogságát. A király részt vett fia bánatában, s osztozott bosszúságában. adta neki a vénasszonyt, hogy büntesse meg tetszése szerint. A nyomorultat aztán négy felé vágták. Ekkor a királyfi érzékeny búcsút vett atyától, anyjától, s bármennyire marasztották is, bármennyire kérték, hogy ne hagyja el őket öreg napjaikra, Árgyirus királyfi mégis elment, el kellett mennie. A király most szertelen bánatában tüstént kivágatta a kincs termőfát, minden ágát, minden pálcikáját rakásra hányatta, mágjába rakatta, s úgy siratta elbújdosott fiát a mágja fellobogó lángjánál. Átgyirus pedig bojdosója lett a kerekvilágnak. Ment, mendegélt hegyeken, bérceken, erdős és kősziklás hegyeken, szárazon és vizen, éjjel nappal anélkül, hogy megnyugodott volna. Akit csak útjában talált, mindenkitől kérdezte, nem látták e tündérilonát. Mindig azt a választ kapta, hogy még a hírét se hallották. Végre Tündérországba érkezett. Amint Idestova bújdokolt egy gyönyörű völgy hosszában, nagy pásztortüzet pillantott meg a hegyoldalon. Egyenesen arra tartott. Amint odaért, bámolva látta, hogy a tűzelőtt egy óriás hever. Olyan volt ez az óriás, amint ott feküdt, mint valami százados töltyfának a zárnyék naplementekor. A nagy ember megmozdult, s könyökére támaszkodott. Árgyírus pedig, mint valami toronytetőre, úgy nézett a szemek közé. Az óriás megszólalt, s hangjától zúgott az erdőség. Megrendült a föld. Kicsodák vagytok! Mert tudnunk kell, hogy Árgyírus nem egyedül, hanem egy szolgával indult világgá. Árgyírus elmondta, hogy ők ez ez, ebből s ebből az országból valók, a fekete várost kell feltalálniuk, s kérte az óriást, mondja meg, merre kell menni ők. Bizony nagy fába vágtátok a fejszéteket, felelt az óriás. Ha felállok a retyezát tetejére, belátom a földnek legnagyobb részét. Látok saslábakon forgó kastélyokat, függő kerteket, fényes légvárakat de a fekete városnak soha még a színét se láttam. Hanem, édes fiam, várj reggelig, akkor sok tündér lesz itt a föld mindenféle tájékáról. Megkérdem tőlük, ha akad valaki, aki a fekete városról tud, elküldöm veled, hogy útba igazítson. Ekkor letelepettek, s az óriás nyásra húzott egy nagy vadat, hogy az idegeneket megvendégelje. Míg a vadat jobbról is, balról is sütögette, kérdezgette Árgyirus sorsát. Árgyirus mindent elmondott, csak hogy az óriásnak kedvében járjon. Az óriás végre úgy megszerette a királyfit, hogy a tulajdon szakkájából vetett neki ágyat éjszakára. Reggel aztán a tündérek sorban megjöttek, de egyikük se hallotta hírét a fekete városnak. Leges legutoljára jött egy sánta tündér, aki nagyon is jól tudta, hol van a fekete város, mert ott tört el a lába. Árgyirus meg a cselédje most megköszönték szépen a óriás szívességét, elbúcsúztak, elindultak. Elől sántikált a tündér, utána meg Árgyirus, leghátul cammogott a szolga. Egyszer, mikor már nagyon soká mehettek, egy bérsz tetején így szólalt meg a sánta tündér. Árgyírus, tekints a mélységbe, ott a város, amelyet kerestél. Isten veled, járj békével! Mikor Árgyírus meg akarta köszönni a tündér jóságát, fáradtságát, az már eltűnt, híre pora se volt. Árgyírus meg se pihent hanem egyenest a város felé tartott, ahová szerencsésen meg is érkezett. Hogy egy kissé kipihelhesse az út fáradalmát, meg azért is, hogy egyről másról tudomást szerezhessen, megszállott egy özvegyasszonynál. Mikor kérdezte az özvegytől, merre van a változóvár, az özvegy tudtára adta, hogy nincsen messze, egy fél órácska alatt oda juthatni elmondta továbbá, hogy olyan szép, szemkápráztató még a külseje is, de még sokkal taszebb belől, mert ritka szépségű leállakja. Csoda szépség, ugye? szólt tárgyirus, egészen föllelkesülve. Ki is versenyezhet tündérilonával? Aranyfürtű tündér, régóta kereslek, fölvertem éretted a kerekvilágot. Istenem, milyen nagy boldogság, hogy végre feltaláltalak! Az özvegynek már előbb is feltűnt a deli ifjú, s legott kiszemelte Volt ugyanis az özvegynek egy eladó leánya, akitől már szeretett volna szabadulni. Mikor hallotta, hogy árgyilus a változó várbeli tündérleányt szereti, hogy érette bújdosott ilyen messze földre, szörnyű irítség támadt lelkében a szép tündér leány ellen. Elhatározta, hogy bármi áldozattal széttépi ezt a páratlan szerelmet. Gondolkozott, törte a fejét, végre abban állapodott meg, hogy megvesztegeti árgyírusnak a szolgáját. Eget földet ígért a szolgának, azon felül még egy zacskó aranyat, s ráadásul a leánya kezét. A szolgát végre is elszédítette ez a sok ígéret, különösen az, hogy a szép leányt is feleségül kapja. Ráállott, hogy mindent megtesz, amit az özvegy tennie parancsol. Mikor aztán útra a változóvár felé, az özvegy egy bűvös tömlőt adott a szolgának. Ebben a tömlőben álomszellő volt, amelytől bárki is azonnal mély álomba merült adott még egy kenőcsöt is, amelytől az alvónak azonnal föl kellett ébrednie. Végre megtanította, hogy bánjék mindezekkel a bűbályos szerekkel, hogy ura egyetlen egy se szólhasson az ő tündéri lonájával. A királyfi szíve hangosan dobogott, amint közeledtek a változó várhoz. Amint beléptek a kertbe, árgyilust elragadta a kert tündéri szépséget nem tudta, hová legyen örömében. Zöldellő, virágzó borostyán erdő fogta körül a kertet, beljebb gyászos ciprusok, piruló narancsfák, illatos rózsák, szeli liliumok következtek sorban. Egy tiszta forrás csörgedező vize vezette árgyirust, ki már azt se tudta, merre nézzen, mit csodáljon jobban végre a forrás a pázsiton a kert közepébe ért. Itt állóék és balzsamfák illatoztak, és sűrű, magas cédrusok árnyéka hívogatta pihenőre a nap melegétől lankadó utast. A cédrusok híves árnyékában, teljesen elrejtve a napszeme elől, hogy senki se láthasson oda, volt egy rózsaliget. Ebbe a ligetbe befutott a csörgedező víz. Itt megszakadt a folyása, elakadt a hangja. Árgyirusnak szédült a feje a csodalátványtól. Ebben a rózsaligetben volt egy nyoszolya, amelynek mennyezete ezüstből volt szőve aranyhímzésekkel, dagadó dunnáin pedig mindenféle színű brilliáns és opál ragyogott. Árgyírus azt gondolta, hogy ez a nyugó hely senki másé nem lehet, mint a szépséges Ilonáé. Legjobb lesz tehát, ha itt marad, s megvárja, míg ilona idejön. A fáradtságtól kimerülve, a sok látványtól elszédülve, lehajtotta fejét a nyoszolyára, és elszenderült. Ezt a percet használta fel a hűtelen szolga, hogy végrehajtsa a drágalátos özvegyasszony parancsolatát. Felnyitotta a tömlőt, s a királyfi szendergése olyan mélységes mélyálommá változott mintha a halálnak vas veszteje érte volna. Nem sokára azután jött a változó vár tündérasszonya. Hat tündér leány vitte az uszáját. Földigérő aranyhaja lányan esett karcsú termetére, a finom fátyol pedig, mely a fejét takarta, libegett, lobogott minden mozdulatára, néha meg játszadozott az aranyfürtökkel. Ilona egyenesen a nyoszonyának tartott, s nem tudta, hova legyen a váratlan nagy örömtől, mikor megpillantotta a szép árgyíros királyfit. Reáhajolt, s megcsókolta, Aztán kérte, hogy ébredjen fel, mert ő van itt, akiért annyit tűrt, szenvedett. Hiába, árgyíros nem ébredt fel. Hiába szólott hozzá Ilona íj szavakkal. Egy óra a miénk, akkor el kell mennem, Serkenj fel, édesem, serkenj fel mély álmodból! Hasztalan volt ennyi terhes bújdosásod, Hogyha nem is láthatsz. Ébredj, ébredj! Hiába serkentette, hiába hullottak könnyei, A királyfi úgy elaludt, mint aki meghalt. Egyik szempillantás gyorsan telt a másik után, Az óra elmúlt. Tündérilonának távoznia kellett, mikor távozott, így szólt a szolgának. Mondd meg uradnak, ha fölébred, hogy itt voltam. Vigyázzon, még kétszer látogatom meg, s ha akkor is alva találom, kereshet, míg megtalál szélesebb világon. Alig, hogy a tündér elment, a szolga azonnal fölébresztette urát a bűbájos kenőccsel. Amint Árgyírus felébredt, tűztént kérdezte a szolgát, nem látta-e Ilonát a kertben. A szolga mindent elmondott úgy, amint történt, s átadta Ilona zenetét is. Árgyi csak, hogy meg nem halt bújában, szégyenében. Szomorúan ment vissza a fekete városba. Másnap délben ismét elmentek a várkertbe, s a cédrusok árnyékában pihenve várták Ilona eljövetelét. Árgyi már most közel sem ment a rózsaligethez, nehogy a nyoszolja álomra csalogassa de a gonosz cseléd most is talált utat módot, hogy urát elaltassa. Ilona másodszor is eljött, másodszor is költögette, de árgyilust most se ébredt fel. Harmadik nap ismét elmentek a várkerbe, Azonban Árgyirus most már meg se pihent a cédrusok árnyékában, hanem járt kelt, hogy az álom megnelepje. A cseléd sokáig nem tudott hozzájutni, hogy urát elaltassa mert a királyfi most nagyon óvatos volt. Végre mégis egy szép ösvénynek a végén, mikor a királyfi észre se vette, hogy nyomában van, sikerült keletcébe ejtenie. A királyfi egyszerre érezte, hogy lába gyengülnek. Önkéntelen lendült a gyepre. Mikor Ilona megérkezett, Árgyirost már leverte az álom. Ilona is nagyon szerette Árgyirost, nem csoda tehát, hogy az ő szíve csak nem megszakadt a fájdalomtól, mikor látta, hogy a királyfi harmadszor is alszik. Rúcsált gyanított, nem tartotta természetesnek ezt a hosszú álmot. Így szólt síró hangon. Apádat, anyádat elhagyta érettem, még se lelhettél föl, még se láthattad sírik hűmátkádat. Én láttalak, de nem szólhattam veled, hogy óerőt erőt nyerjek édes szavaidból. Ismét elvesztelek, mégpedig örökre, Többé nem láthatlak ebben az életben. Nem lehet bevárnom, hogy felébredj álmodból, Mennem kell le tájról, sorsom úgy akarja. Késő estig maradt Ilona az alvó királyfi mellett, Hiába keltette, mert nem ébredett föl. Végre, mikor már távozóban volt, így szólt a szolgához. Mondd meg, hű cseléd, uradnak, hogy válnunk kell, mégpedig örökre. Ne is gondoljon többé ám. Az elválás nekem fájt a legkínosabban, de hiszem, neki sincs benne öröme. Bár csak soha se láttuk volna egymást, nem kellene most bánkódnunk, könnyeznünk. Mondd meg neki, álljon bosszút megtört vágyainkért, könyhullajtásunkért, s minden jövendő béli szenvedéseinkért. A kisebbik szegről vegye le szabjáját, és a nagyobbikra akassa fel kardját. A szolga nem értette a tündérleány szavait. Távozása után felébresztette árgyirust, és mindent elmondott neki, még az izenetét is. A királyfi azonban megértette a titkos izenetet. Kivonta fegyverét hüvejéből, magasra emelte, s aztán így szólt. Imádkozzál Istennek, te vagy árulónk, lakolnod kell érte. A szolga rémülten omlott térdre, mindent megvallott urának, mind csábította el az özvegyasszony, s aztán összekulcsolt kézzel kért esdet kegyelmet. Ám de meg kellett halnia, hogy meglakoljon nagy bűneiért a királyfi szívébe mártotta a kardot. Árgyírus aztán visszatért a fekete városba, nagy átkot mondott a cselszövő gazdaszonyára, aztán ment, ment, maga se tudta hova. Napok, hónapok, esztendők teltek el a fáradalmas bolyongásban. Tenger szenvedéssel és nyomorral küszködött. Mind hiába, még csak meg se láthatta élonáját. Végre lankadni kezdett tereje a sikertelen küzdelmek között, s így kétségbe esett szavakra fakadt. Miért éljek tovább? Miért küzdködjem tovább is nyomorral, inséggel, ha úgy se érhetek célt, ha nem láthatom, ha nem nyerhetem el Ilonámat? Isten veletek, jó atyám, jó anyám, felétek száll királyi véretek utolsó gondolatja. Bocsássatok meg, ha még éltek, s ha még gondoltok néha bújdosó fiatokra. Bocsássatok meg azért a nagy fájdalomért, amelyet nektek okoztam. Elérhetetlenért nyújtottam ki gyenge karomat, s elhagytam érte, ami enyém volt. Elhagytam azokat, akik szerettek, akiket szerettem. Atyámat, anyámat, testvéreimet, édes hazám földjét, s idegembe mentem. Méltán bűnhődöm nagyra vágyásomért. Soha se fogtok többé látni. Tudom, reménységgel várjátok érkezésemet. De szégyen van fejemen, célomat nem érhettem el. Most hát nem mehetek koldusként közétek. Ezt a szégyent nem hárítom rátok. Magam se viselhetem többé, azért véget vetek nyomorult életemnek. Isten veletek! Így szólt Árgyirus, és kirántotta kardját, hogy végrehajtsa kislelkű, bűnös szándékát. Ebben a pillanatban egy gyönge érintést érzett a karján. Föltekintett, s egy kedves leánykát látott maga előtt, aki ezt mondta neki. Szép királyfi, nincsen ugyan minden úgy, amint óhajtottad, de mégis nagyon sietsz a kétségbeeséssel a csüggedés nem illik a férfinak. Célt tűztél ki magad elé, menj tovább a megkezdett pályán. Életed nem a tiéd, hanem az Istené, és azé a célé, amelynek szentelted. Ha eddig célt nem értél, célt érhetsz ezután. Ha pedig célod ellenkezik az Isten akaratával, bízd Istenre, hogy pályádat megszakítsa. Ezzel a kedves leányka elenyészett. Átgyos pedig csendesen lebocsátotta a fölemelt kardot, s bámulva nézett arra a helyre, ahol a leányka állott. Sten még mai napig is oda volna szegezve a tekintete, ha valami lárma észre nem térítette volna. Megy a lárma felé, hát látja, hogy három óriás birkózik egymással. Kérdezte tőlük a versengés okát. Az óriások meg is mondták, hogy ők egy elhunyt apának a fiai, s most éppen az ősi kincseken osztoznak. Meg is kérték Árgyirust, hogy tegyen igazságot közöttük, döntse el, melyiké legyen az ősi kincs. Saru, palást és ostor, annyi volt az egész apai örökség. De ezeknek olyan csodálatos erejük volt, hogy aki a sarut felkötötte, a palástot felöltötte, s az ostort a kezébe vette, elrepülhetett vele bárhová szélese világon. Ez volt most a baj, hogy mind a három óriás mind a kincset magának kívánta, mert külön-külön egyik sem ért semmit. Ezen kívül még egy nagy baja volt a három testvérnek. Volt ugyanis egy titka annak a bűbályos háromságnak, az, hogy a repülőt bármely pillanatban le lehetett szállítani. Ezt a titkot pedig csak a középső tudta. Az meg nem akarta megmondani a másik kettőnek. Jól van, szólt Ábgyirus, figyeljetek rám. Három hegy van kelet, dél és észak felé. Aki hamarabb megfutja ezeket a hegyeket, azé lesz az örökség. Az óriások tüstént futásnak eredtek. A királyfi pedig összeszedte a kincseket, felkötötte a sarut, felöltötte a palástot, kezébe kapta az ostort és felkiáltott. Hip-hop, bűves kincsek, ősi hagyományok, segítsetek engem arra a tájékára a földnek, hol feltalálhatom tündéri lonámat. A királyfi abban a szempillantásban fölszállt és repült a magasban. De a középső óriás észrevette, Leszállította és felvette tőle az ősi kincseket. Aztán maga repült el, hogy testvérei utól sem érhették többé. A király fibósan nézett szét azon az ismeretlen vidéken, ahol a középső óriás leszállította a magasból. Vad rengetegben találta magát, s itt addig járt kelt, míg végre egy útra akadt. Elindult ezen az úton, s mindig beljebb és beljebb hatolt a sűrűségbe. Végre egy kőszikla, a kőszikla tetején meg egy vár tűnt a szemébe. A vár környéken nagyon megtetszett tárgyirosnak. A vár alatt szép kert terült el a messze tájra. A kertben patakocskák, s bennük aranyhalacskák tündököltek a verő napfényében, a vizek partján pedig a rózsák mosolyogtak. Árgyírusnak jól esett egy kis sémek pihenni. Egyszerre egy tündérleány közeledett feléje, s úgy látszott, mintha megismerte volna árgyirust, mert nagyon megnézte, s aztán sebesen szaladt vissza a vár felé. Futott, futott a leányka egyenesen a várba, a várnak a tündérasszonyához, a szépséges tündérilonához. Mert hát ő lakott abban a várban. Mikor asszonyához ért, úgy kifáradt a futásban, hogy alig tudott szóhoz jutni, alig tudta elmondani, hogy árgyiros királyfit látta lenne a várkerben. Ilonára olyan váratlan volt ez a hír, hogy hinni se akarta hűcselét szavainak. Fölgerjet haragja, és a szegény leányt arcul csapta, szintút csattant. Aztán így szólott Tündér Ilona. Miért hazudsz? Miért gyötröd szívemet csalfa reményekkel? Miért beszélsz nekem árgyírusomról, akit jól tudom, örökre elvesztettem? Alig végezte be haragos szavait, két cseléd jött egymás után ugyanabbal a hírrel. Ilona mindkettőjüket arcul csapta. Aztán jött a negyedik, ötödik, s nyomban utánuk maga árgyírus királyfi. Árgyirus és Ilona megölelték, megcsókolták egymást. Ilona egy darab ideig szóhoz se tudott jutni a nagy öröm miatt. Végre nagyvártatva így szólt. Látom, végre tudod hajtani, amit egyszer föltettél magadban. Látom, hogy derék, hű és rendületlen vagy. Hiszem, hogy boldog leszek veled. Üdvözlégy kies váromban! Öltözködjél újra aranyba, ezüstbe. Ha pedig fáradt vagy, dűjj le pihenni. Ha éhezel, enyhízd éjségedet drága gyümölcsökkel. Ha szomjazol, csillapíts szomjadat. Itt vannak, gyöngyöznek a töltött serlegek. Előbb, szép Ilonám, felelt átgyírus, mondd, hogy enyém leszel, hogy többé soha se válunk el egymástól. Ilona pedig megígérte, hogy felesége lesz, hű lesz hozzá, s bizonyal boldoggá teszi. Így beszélgettek egymással, s eltűnt arcukról a sok keserves könyhullajtás nyoma. Ez alatt a tengernyi tündér szobaleány vacsorát készített, virágot hintett a várudvarára, poharakat mosott, asztalt terített, s összecsődített egy csomó cimbalmost, hegedűst és lantost mikor híre terjedt, hogy a várban lakodalom lesz, tömérdek vendégsereg lett össze. Végre megérkezett a mennyegző várva várt perce. Árgyírus királyfi és tündérilona örök hűséget esküdtek egymásnak az oltár előtt. Mikor kijöttek a templomból, leültek a terített asztalokhoz, s megkezdődött a hetet hét országra szóló lakoma. Ilona és Árgyírus egymás mellett ültek, s mindenki szépségüket bámulta. Ilona még soha se volt olyan szép, s Árgyírus, ha már régen nem szerette volna, most kénytelen lett volna megszeretni. Aztán úgy elmerült szépséges szép nézésében, úgy elandalodott reászegezte tekintetét, s komoly dolgokat forgathatott fejében, mert szemei szikráztak, arca lassanként lángba borult. Egyszerre, mikor a vendégek a legjavában ettek ittak, a tányérok zörögtek, a poharak csengtek, s a jókedv tetőpontra hágott, Árgyíros, mint egy önfeletten, arcul ütötte tündérilonát, az ő kedves élete párját. Mindenki megzavarodott, s félve, sajnálkozva tekintett a szép menyasszonyra, kinek angyali arcát elfutotta a vér. De a menyasszony nem panaszkodott, egy zokszót sem ejtett. Csupán egyetlen köncsebb tololt a szemébe, azt is elrejtette, hogy senki se lássa. Aztán Árgyírus másodszor is arcul ütötte menyasszonyát. De Ilona szelíd ajkai most se nyíltak panaszra. Még jó kedvet színlelt, mintha tréfa volna az egész. Mikor azonban harmadszor is megtette, amit kétszer megtett, a tündérmenyasszonynak elveszett a türelme, felszökött a székéről, s íj szavakkal fordult átgyírushoz. Kétszer békével tűrtem gorombaságodat, de te semmibe se vetted türelmemet, harmadszor is meggyaláztál. Válnunk kell, bármi igazán szeretlek. Ergyírus így válaszolt. Kedvesem, bocsáss meg, csupán próbára akartalak tenni. Meg akartam győződni igaz hűségedről, türelmes lelkedről. Az embernek tűrnie, ha pedig hibázott, lakolnia kell. Te is hibáztál, mikor arcul csaptad azokat, akik megérkezésemet hírül vitték neked. Ha te nem adsz másnak mindig igazságot, tanulj békén törni. Meggyőződtem most, hogy boldog leszek veled. Látom, hogy tudsz tűrni. Szelíd a szíved, a szelíd szívnek meg nem tartós a bosszúsága. Ilona megbocsátó szívvel hajolt átgyírus vezető karjára, megnyugodott sorsában. Aztán újra hűséget esküdtek egymásnak, s boldogan éltek, uralkodtak a nagy tündérországban. Talán még ma is élnek, ha meg nem haltak.